Erényi Károlya beszélgetünk már arról, hogy a Dávid Ibolya féle nem értek a politikához mondott, hova vezetett, és hogy hiba volt-e bűn, és hogy milyen nyomot hagyott a társadalomban. Tulajdonképpen ennek az az apropója, hogy az MDF volt frakcióvezetője és elnök helyettese. Itt egy dolgozatot, ami arról szól, hogy a társadalomban, a mai magyar társadalomban a legfontosabb kulturális elem a szembenállás kultúrája. Jó reggelt, akkor így. Jó reggelt, a nézők előtt is. Én azt mondtam erről, hogy volt ott az a bizonyos nem értek a politikához, nem értek a focihoz mondat, amit egy politikus igazságügyi miniszterként mondott a zsidózó szurkolótábor megnyilvánulásaira. És én úgy gondolom, hogy például ott valami nagyon elromlott abban a pillanatban. Sok ilyen pillanat volt, kétségkívül. Ez hiba volt, de sok ilyen pillanat volt, tehát nem ez volt az a döntő momentum, ami miatt ott tartunk, ahol tartunk. Azért tartunk ott, ahol tartunk, mert mély gyökerei vannak a magyar társadalomban a szembenállás kultúrájának, ami azt jelenti, hogy ki van szorítva az együttműködés kultúrája, és minden sikeres nemzetnek a titka ez, hogy az együttműködés dominál a politika, a társadalom minden szereplője között. A társadalom valaha is képes volt önmagától mindenfajta kényszer nélkül együttműködni? Én szerintem ez célok kérdése. Ha normális és jó célok vannak megfogalmazva, akkor természetesen most is képes lenne. Nem a magyar társadalmat hibáztatom ezért az attitűdét, hanem azt a politikai elitet, amelyik ezt hozza ki belőlük. Azért nehéz a mi jövőnkről pozitív értelemben, társadalmi jövőnkről pozitív értelemben beszélni, mert ez a politikai kultúra és az ezt működtető politikai elit az szerintem képtelen arra, hogy váltson. Tehát, hogy a szembenállás kultúráját felváltsa az együttműködés kultúrája, meg még mondhatok ilyeneket, például a magyar társadalom valahogy nem tud mit kezdeni az egymás mellé rendeltség kultúrájával, vagy gyakorlatával sem, csak az alá fölé rendelt viszonyokat ismeri és alkalmazza. A közoktatás nagyjából ezt gyömöszöri bele, mire kijön az általános iskolából, addigra egy viszonylag tanult, de szolgalelkű ember lesz belőle, aki mindent elfogad, nem hajlandó önálló véleményt formálni, ha formál, azt nagyon nehezen tudja megvédeni. Tehát alapvető problémák vannak. Ebből pedig az következik, hogy a Fidesz az csak egy termék, egy hibás politikai termék, egy ilyen lelkületű társadalom hibás politikai terméke, és hogyha ez a társadalom nem gyógyul meg a szó átvitt értelmében, akkor a Fidesz majd követi a következő ilyen vezérelvet valló és gyakorló társasága, még adott esetben a Jobbik és a demokratikus erők, vagy a demokratikus ellenzék, az pedig valahol a porba kullog utánuk, mert nem tud olyan dolgokat mondani, ami vállalható és sokak által azonosulásra való célt jelent. Politológusok elbíbelődnek most azzal a helyzettel, hogy mintha a Fidesz vette volna át a Jobbiktól a szélsőséges ügyek kezdeményezését. És ez miért jó? Kérdezem én, hogy így látja-e? Hát nyilván kicsit. Mert ha igen, akkor a kettő összeér, akkor nem biztos, hogy a Fidesz után a Jobbik jön. Lehet, hogy a Jobbik együtt és a Fidesz egyé válik. De ez gyakorlatilag tök mindegy. Tehát az, hogy Magyarországot a Fidesz irányítja, vagy a Jobbik irányítja, hát mind a kettő, nem a mind a kettő, így van, de mind a kettő zsákutca. Tehát ez a fajta gondolkodás, ez az Európa ellenes gondolkodás, ez az abszolút parciális, tehát helyi gondolkodás, hogy mi valami különleges képződménye vagyunk a Jóistennek, és mi ránk egy különleges sors vár, csak be kell ezt töltenünk, hát ez valami borzasztó nagy hülyeség. Na jó, hát akkor most van mind egy látleletünk. Így van. Ezt most felállította. Mi tévők legyünk? Hát sok mindent lehetne tenni. Az első, legfontosabb dolog a korrupció. Az előbb itt a Gripenről volt szó. Ki kéne már végre mondani, hogy a Gripennel az a baj, hogy a korrupció terméke. Hát a Gripen cég ellen elég ettől sok. Ettől még tudhatna repülni. Hát ettől még akár tudhatna, de lehet, hogy olyanok nem jutottak szóhoz, akik egyébként meg tudnak. Tehát a korrupcióval az a baj, hogy olyanokat hoz helyzetbe, akik kevésbé alkalmasak a feladat ellátására, mint akik. De hát nyilván egyéb eszközök segítségével ők a nyertesek. A Gripen ellen voltak mindenféle nemzetközi eljárások, ezt tudjuk. Tehát azért ez egy fontos dolog. A korrupció, ugye mindenki beszél a korrupcióról, hogy mit lehetne ellene tenni. Hát például azzal kéne kezdeni a következő parlamentnek, de már most jó lenne elérni valamilyen tömegmozgalom hatására, hogy oldják fel az összes titkosítást, ami 1990 óta Magyarországon született. Hát milyen dolog az, hogy az olajügy 80 évre titkosítva van. A szereplői úgy sétálgatnak ártatlanul a közéletbe, mintha mi sem történt volna. A baj az, hogy nem az nem a baj, hogy loptak. Ezek a szereplők? Nem tudom. Nem az a baj, hogy loptak. A nagy baj az, hogy zsarolhatóak.
Tehát a korrupciónak mindig ez a legnagyobb, meg a legvadabb következménye, hogy aki elkövet, az attól a pillanattól kezdve zsarolható. Na most, ha a magyar politikai közéletet ezektől az emberektől nem tisztítjuk meg, akkor tulajdonképpen ugyanabba a sárba taposunk tovább, mint ahol idáig voltunk. Ez lenne az első, ez nem egy nagy kérés. Hát miért kell titkosítani a Klik azon felmérését, ami a saját működéséről szól? Ezt mit tudom én, 20 évre titkosítani. Jó, hát józan észre, tudjuk, hogy miért kell. Vagy a játékszín privatizáció, ami egy pár millió forint. Szóval, ha ezeket titkosítják, akkor még mi mindent, amiről nem tudunk. Tehát a demokrácia az az átláthatóságról is szól, tehát ez az első. A másik, a közoktatási rendszert kéne átalakítani, de nem úgy, hogy a PISA elvárásoknak hogy felelünk meg, hanem hogy több száz év után végre ne engedelmes és tanult alattvalókat képezzünk, hanem demokráciát működtetni, érteni képes polgárok kerüljenek onnan ki. Tudja, mi a baj ezzel, hogy a társadalom egész működését és gondolkodásmódját megváltoztatná, hogyha ez meg lenne, de előbb valószínűleg a társadalomnak kellene megváltoztatni. Ne. Nekünk kellene másképp gondolkoznunk a gyerekeinkről, a pedagógus felszerepéről. De ez nem egy túl komplikált dolog. Hát nem, hát az ember arra született, hogy tanuljon. Tehát a statikus gondolkodású népek, akik azt hiszik, hogy a születésüktől a halálukig minden azonos és úgy telik el, és úgy működik, ahogy működött, azok ott tartanak, ahol mi. Ezek általában a bizantérikus, a bizánci társaságok. Na de hát Nyugat-Európa azért tartott, ahol tart meg a fejlettebb világ, mert dinamikus a gondolkodás, és a változásokra jó válaszokat képes. Hát de látjuk, most nem a felé nézünk a fejlettebbnek mondott lenne világ felé, hanem a bizánci társadalmak felé. Muszáj hát sok érdekes dolgot vett fel egyszerre. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm. A híradóval folytatjuk. Thank you.